Több fázisban újul meg a Zselízy Eszterházy kastély. Az önkormányzati tulajdonú 18. századi klasszicista stílusban átépített kúriát. Pályázati forrásokból mintegy 1 millió eurós támogatásnak köszönhetően sikerül felújítani. Az észak-keleti szárny így már a nyári hónapokban rendezvények impozáns helyszínéül szolgálhat. Így nézett ki a kastély pár héttel ezelőtt, míg gőzerővel folyt a munka az észak-keleti szárnyban. És így néz ki most a város szívében fekvő történelmi épület. A teljes tetőszerkezetét felújították, a falakat, a boltíveket és a mennyezetet speciális technológiával erősítették meg, vagyis közel 30 tonna acélelemet építettek be a szerkezetbe. Az egykor szebb napokat látott korabeli ablakok is egy átfogó restauráláson mentek keresztül, és már vissza is helyezték őket az eredeti helyükre. Nagyon szeretném tulajdonképpen, hogyha a zselézi lakosság és egyáltalán a nyilvánosság részére így minden hétvégén megnyithatnám tulajdonképpen is. Mindenki örömére tulajdonképpen megnézhetnék a kastélynek a mostani állapotát. A dráguló építőanyagárak mellett a statikai helyreállítás, valamint az ablakok restaurálása megnövelte a kastély felújítási költségeit. Erre az Európai Unió további 500 000 euró támogatást biztosított. A munka pedig rövidesen folytatódni fog, hiszen a cél a kastély teljes körű felújítása, amelyhez szintén határon átnyúló támogatást igényelnek majd Magyarországgal együttműködve. A történelmi épület felújítása eddig két pályázati forrásból valósult meg, melynek összértéke meghaladta 1,5 millió eurót. A Magyar Nemzeti Múzeummal közösen szeretnénk egy újabb pályázatot benyújtani. Azt kell tudni, hogy ez gyakorlatilag a jelenlegi már megvalósult pályázatnak, mely jövő héten lesz az árukonferencia Esztergomban, annak a pályázatnak gyakorlatilag a folytatásáról van szó. Az körülbelül ennek a projektnek az összértéke 2,5 millió forint. És ebből ez a rész, ami mögöttem látható, ez a rész újulna meg a másik felén látható kapuval együtt. A tetőtér beépítése már a felújítás harmadik fázisa lesz, erre szintén uniós támogatást igényelnek majd. És kilátásban van az Eszterházy család nevével fémjelzett települések, vagyis Zselízy, Galánta és Tata együttműködése is. Ez azt jelenti, hogy a közeljövőben közös pályázat kidolgozását tervezik az Eszterházy kulturális örökség újraélesztése céljából. Sajnos a 20. század borzalmai, úgy ahogy voltak, nagyon sok épületet, ami a régi múltra emlékeztetett a város történelméből elpusztította. Gyakorlatilag két kezemen meg tudom számolni azokat az objektumokat, amik megmaradtak a korábbi időszakból. Ezért is gondoljuk úgy, hogy ezeket az épületeket, amik megmaradtak a 21. századra, ezt minden erőnkkel meg kell óvnunk, és a lehető legjobb formába vissza kell állítanunk. A felújított termek, valamint az impozáns belső udvar már idén-nyáron koncerteknek, kiállításoknak és esküvőknek adhat otthont, ezzel is hangsúlyozva a város történelmi értékeinek, az Eszterházy család és az ő szolgálatokban állt Zacher család, valamint Franz Schubert, Zselízy emlékeinek jelentőségét. Az 1720-ban épült kastély Gróf Eszterházy János Károly nyári rezidenciájaként szolgált, parkjában ma is faritkaságok találhatók. A kastélyt körülölelő festői szépségű terület pedig 2016-tól az évente megrendezésre kerülő Országos Népművészeti Fesztivál otthona is egyben, így pár hét múlva a hazai és külföldi néptáncosok és muzsikusok legjava a park mellett a felújított termeket is birtokba veszik majd.